Még azt mondják, nem illik a tánc a madarnak, nem van egy picit előttön a drágot farkan, de sarkantyús csizmának, kócsattól a sőnek, illik gyöngyös pártának, magyar körkötőnek. Az Allegro alapfokú művészeti iskola hagyományos rendezvénye az Allegro napok. Ennek keretében több programot is szerveznek. Kedden a csellisták és a zongoristák léptek fel, akiket egy nem várt vendég lepett meg. Elég sok helyről érkeztek, de szám szerint nem sokan, de sok helyről érkeztek csellisták. Celdömökről, Kapuvárról, Fertődről, Várpalotáról, Győrből. Egy nagyon szép kis program volt, elég hosszú, mert nagy anyagokat játszottak a gyerekek. És délután pedig a zongoristák játszottak, és hát meglepetés volt tegnap nekünk, mert véletlenül kávézóba itt ült Arnus Szavér, aki hát az invitálásunkra bejött, és még zongorázott is nekünk, úgyhogy nagyon nagy élmény volt mindenki számára, és hát nagyon megtisztelve érezték magukat a szülők és a gyerekek. Soha nem lehet tudni, hogy mi az az impulzus, az az élmény, ami egy lökést ad az életbe bármilyen döntés felé. Úgyhogy én innen is köszönöm ezt a kedves gesztust tőle. Szerdán az énekesek adtak számot tudásukról. Délelőtt a népdal énekesek kezdtek. 30-al jelentkeztek erre a megmérettetésre. Érkeztek gyerekek a Tarciból, a Munkácsiból, a katolikus iskolából és a katolikus óvodából, valamint Csögléről, Szanyból és Marcaltőről. A zsűri tagjai voltak Szili Gabriella igazgató, Mesics György népzenész és Szabó Szilvia énekművész, az Országos Musical és Operett kurzus művészeti vezetője. Mint mondták, nagyon fontosnak tartják az ilyen megmérettetéseket. Én úgy gondolom, hogyha zenét tanítunk, azért mindig kell egy mérföldkőnek lenni, ahol meg tudjuk mutatni, hogy éppen az adott ponton hol tartunk. Az is nagyon jó, hogy a gyermek hallhatja, hogy a körülbelül vele egykorúak hol tartanak, hozzá képest esetleg jobbak, meg lehet barátságok köttetnek, meg lehet hallgatni, hogy a zsűri például egy-egy műsorszámot vagy előadást hogyan értékel, és abból is nagyon sokat lehet tanulni, egymáshoz viszonyítva. Mit énekeltem én, mit énekelt a másik, ahhoz képest esetleg én is, nekem is passzolna. Tehát szerintem a versenynek nem feltétlenül csak az a célja, hogy most valami díjjal távozunk, természetesen az a korona, de nagyon fontos a szakmai része. Az ismerkedés, a barátság, a kitől mit tudok megtanulni, kitől mit tudok ellopni, és azt esetleg később hasznosítani. A szerda délután a könnyű zenei előadóké volt. Az Allegro napok programjain a résztvevők minősítéseket kapnak, tehát egyfajta megmérettetés ez, ám a szervezők szeretnék a rendezvény találkozó jellegét erősíteni. Ez, hogy találkozzunk, ez egy nagyon fontos dolog, egymást meghallgassuk, egymástól tanuljunk, lássuk, hogy melyik műhelyben milyen munka folyik. Ez mondjuk azt, hogy barátságos mérkőzés, mert mindenkit minősítünk, tehát nem vérre menő harcról van szó. De fontos az, hogy megmérettessenek a gyerekek, abból lehet látni, hogy milyen hatékonyságú volt a befektetett munka, milyen eredményt mutat, illetve merre mutat, milyen irányba, hogy merre kell fejlődni, javulni ahhoz, hogy sikeresebbek legyünk. Az Allegro napok rendezvényeinek a református ótemplom ad otthont. Aminek külön örülök, hogy ennyire szép helyen tudjuk megrendezni ebben a tanévben, és remélem a továbbiakban máskor is a rendezvényeinket, mert a Pannonia Reformáta vezetése támogatja, hogy ilyen és ehhez hasonló programok kerüljenek be az épületbe. Kötöttünk együttműködési megállapodást, és én abban bízom, remélem, hogy hosszú távú ez a kapcsolat, és termékeny lesz mindegyikünk számára, és hát a város számára elsősorban. Ma vagyok,
Az Allegro napok zárásaként pénteken a fúvósok lépnek fel a református ótemplomban.